Balogh Gyula abátszalóki polgármesterrel a településükön történő sportpálya, műfüves focipálya és a helyi játszótér beruházásról, valamint azoknak kihasználási lehetőségeiről beszélgettünk. Üdvözlöm Balogh Gyulát, abátszalók polgármesterét. Itt vagyunk a Szabadstrandtól nem olyan messze, és nemrégiben került sor egy újabb beruházás fejlesztés átadására. Mit lehet tudni a részletekről? Igen, az előző évben adtuk át a Zöldváros program keretén belül több sétány megújult, fákat ültettünk, sétányokat, parkokat alakítottunk ki, és játszóteret is építettünk, és itt vagyunk most ennél a játszótérnél, ami nagyon hasznos, hiszen a helyi gyermekek igényeit is ki tudja elégíteni, de mivel közel van a strandhoz, és itt van az üzletsornál a sportpálya mellett, ezért a kedves vendégek is tudják ezt használni. Nagyon büszkék vagyunk erre a pontra is, hiszen körülbelül 70 éve újult meg utoljára az abátszalóki sportpálya, amely a város központjában van. Nagyon fontos az egészséges életmódra nevelés, és többször fölvetődött, hogy meg kellene újítani ezt a teret is. Így ebben az évben sor került ennek is a teljes megújítására. A sportpályának új kerítésrendszert, új korlátrendszert alakítottunk ki. A sportegyesületnek a szervezésében a TAO pénzek, a társasági, befolyt társasági adók támogatásokból és az önkormányzatnak a kiegészítéséből újítottuk meg teljesen a kerítésrendszert, illetve adományozók, szponzorok segítségével, támogatók segítségével pedig az egész pályarendszer megújult, tehát a füvezet, a talajszerkezet is olyan állapotba került, amely most már egy magas színvonalú oktató-nevelő munkát tud biztosítani a gyerekeink számára. 9 korcsoportban működik egyébként a sport abátszalókon, a futball szakosztály, 7 korcsoportban a gyerekek nevelődnek, illetve van női csoport is most már, és hát a felnőtt csapat pedig szintén részt vesz a bajnokságban egészen jó eredménnyel. A területfejlesztési operatív programnak köszönhetően pedig az előző évben a sport öltöző újult meg, tehát az volt az első lépcső, úgyhogy megfelelő színvonalon tudjuk most már a sportolóinkat is kiszolgálni. Emellé még a tavalyi évben, augusztusban, szintén ugyanebben a komplexumban a Magyar Labdarúgó Szövetség támogatásából és az önkormányzat önerejéből megépült egy műfüves sportpálya. Ez is nagyon régi vágya volt már a településnek, így rossz időben is tudjuk tartani az edzéseket, illetve nagyon jó szolgálatot tesz az általános iskolás tanulóknak is, hiszen az általános iskola itt van közvetlenül a sportpálya mellett, úgyhogy a szabad területen végzett sportolási lehetőség így adva van, és egy magasabb színvonalon tud lezajlani. További fejlesztést is tervezünk. A következő évi támogatásokból lelátó rendszereket szeretnénk megújítani, illetve öntözőrendszert kialakítani, és eredményjelzőt is, hogy a helybe kijáró, meccsre járó, meccset szerető emberek el tudjanak hozzánk látogatni, és élvezzék a meccs hangulatát.